Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvéreim! Fogalmazzátok meg egy mondatban azt, amit elmondanátok Jézusról az embereknek. Így hangzott a feladat, amelyet egy hitoktató adott diákjainak. Sokféle válasz született, ezek közül én a következőt emelném ki. Az egyik diák így válaszolt, Jézus a jóra tanította az embereket, sokszor imádkozott az atyához, és segítette a szenvedőket és a szegényeket, akikkel találkozott. Azon túl, hogy egy egészen elfogadható szentírás ismeret áll ezen mondat mögött, úgy érzem, hogy ez a diák egyszerűen, de nagyon kimerítően adja tovább azt, amit tudnunk kell Jézus Krisztusról és az ő küldetéséről. Szinte napi lelkiismeret vizsgálatunk tárgya is lehet ez a mondat, amelyhez igazodva életünk egy tanúságtétel lesz Jézusról. Ennek a tanúságtételnek egyik gyakorlati lehetőségére szeretnék most röviden kitérni, mégpedig az egyházi naptárban február 11-én feltüntetett emléknap kapcsán. Egyházi naptárunkban tehát február 11-én a boldogságos Szűz Mária lurdi jelenése és az erre való emlékezés szerepel. 1858-ban ezen a napon jelent meg legelőször Szűz Mária Subiru Bernadettnek a franciaországi Lourdesban. A jelenés helyén, amely egy sziklabarlang volt, pár nappal később, február 15-én egy forrás fakadt. Később ide egy templomot emeltek, és azóta megszakítás nélkül évente zarándokok százezrei keresik fel a hitnek, a bizakodásnak és a gyógyulásnak ezt a helyét és forrását. 1992-ben az időközben már szentként tisztelt II. János Pál pápa a jelenés első napját a betegek világnapjává nyilvánította, hogy ezáltal Isten egész népe kellő figyelmet szenteljen a betegeknek, illetve segítse elő a szenvedés megértését. A betegek világnapja, ha engedjük, akkor kettős irányból szólít meg minket. Először is a szenvedés valóságát és az ebből fakadó fájdalmat és félelmet, a tehetetlenséget és kiszolgáltatottságot, nem ritkán a kitaszítottságot tárja elénk. Azt hiszem, nincsen olyan ember, aki ne venne tudomást a betegségről és az ebből eredő terhekről. De a tudomásvételen túl egészen más a szenvedés megközelítése, annak megértése, akár felvállalása is, amikor egészen közelről részesülünk a betegség terheiből és annak mindenféle fájdalmaiból. A betegek világnapja arra int bennünket, hogy ne zárjuk ki életünkből ezt a valóságot, amely valamilyen formában, bármely pillanatban meglátogathat minket. Igaz, nem kérjük és nem várjuk az ilyenféle látogatást, de úgy próbáljuk hitünket megélni, hogyha ez a látogatás mégis bekövetkezik, akkor hittel és Istenben vetett bizalommal fel tudjuk vállalni az ilyen megpróbáltatást is. Nem zúgolódva és méltatlankodva, hanem Isten szerető gondoskodására, az ő szeretetére hagyatkozva. A lurdi forrásnál történt sok gyógyulás is az ilyen hitnek és bizalomnak talaján valósult meg a boldogságos Szűz Mária közbenjárása által.
De a betegek világnapja nem csak a betegség által okozott szenvedésre irányítja a figyelmünket, hanem arra is, hogy van gyógyulás, és hogy életünkben ott vannak a gyógyító források. Úgy érzem, hogy itt nagyon nagy az a feladat, amely reánk hárul. Mert Isten megadja a forrásokat, de nekünk kell ezeket megtalálnunk. Ezek a források pedig legtöbbször nem a laboratóriumokban és a tudós orvos professzoroknál találhatóak. Igen, náluk is részben, de én most inkább azokra a forrásokra gondolok, amelyek ott vannak bennünk és közelünkben. Amikor a beteg embert nem életünk egyik védett és elkülönített szektorába irányítjuk át, hanem figyelmünk központjába állítjuk őt. Figyelünk rá, időt szentelünk neki, türelemmel és szeretettel vesszük körül, és így osztozunk szenvedéseiben. A szenvedések enyhítésében ezek az elsődleges források, amelyeket nem cserélhetünk fel semmilyen más, úgymond a beteg embert ellátó és jól kidolgozott programmal és rendszerrel. Mert ha csak ennyit teszünk, könnyen előfordul az, hogy még a jól ellátott beteg is enyhülés nélkül marad, és tovább hordja keresztjét, szenvedésének terheit, mert egyedül, elhagyottnak, sokszor feleslegesnek érzi magát. Betegek világnapján, és ne csak ilyenkor. Gondoljunk azokra, akiknek mi nyújthatjuk az enyhülésnek és gyógyulásnak ezen forrásait. Gondoljunk rájuk, és induljunk el megkeresésükre, meglátogatásukra. A napokban, amikor egy idősek otthonát látogattam meg, és ott a betegekkel beszélgettem, az egyik szobában két idős hölgyet találtam, akik többet az ágyban feküdtek, mert már nagyon nehezükre esett a mozgás. Azt mondta nekem az egyik hölgy, mi egymást vigasztaljuk és erősítjük a szenvedésben, és így nem érezzük azt, hogy mennyire nehéz. Nagy felkiáltó jelként maradtak meg bennem ezek az őszinte szavak, amelyek kérdően visszatérnek a mai napon is. Mit teszek én azért, hogy enyhítsem és bátorítsam a szenvedőt, aki talán ott van közvetlen közelemben? Hogyan viszonyulunk mi betegjeinkhez? Hitből fakadó meggyőződéssel vigyük hozzájuk Jézus vigasztalását, mert ő a gyógyulásnak az igazi forrása. Mindenki, aki csak hozzáért, meggyógyult, olvassuk az evangéliumban. Ezért most arra kérek mindenkit, vigyük betegjeinkhez ezt a forrást. Sőt, ha lehet, próbáljunk mi forrásokká lenni az ő számukra, az enyhülésnek a forrásaivá. A betegek világnapján pedig minden szenvedő beteget, de az orvosokat és a betegápolókat is a boldogságos Szűz Mária oltalmába ajánljuk.